Sziasztok! Nagyon tetszett a performance-otok, és arra lennék kíváncsi, hogy hogy jutott eszetekbe egy ilyet előadni. Miből jött az ötlet? Hát ugye mi a Jazz Dance 3-ból cosplayerünk idézőjelben, mert ez egy original kostüm. Az ötlet az úgy jött, hogy szoktunk tornázni, és ezt erre a programra is szoktuk tenni. És van benne egy szám a Chemical Brothers-nak a Hey Boys, Hey Girls, és abban van egy ilyen hasonló módon kifestett sámánszerű figura, aki úgy erre a koreográfiára, amit láthatunk, erre táncol, és annyira megtetszett ez nekünk, hogy alkottunk hasonló karaktereket. Igen, meg a performance-ot meg spékeltük egy-két extrával, hogy ne csak a tánc legyen benne, hanem azért az közönségnek is legyenek így érdekes ilyen kis külön szálak. Mennyit gyakoroltátok ezt? Hát igazából mindkettőnk elég elfoglalt, úgyhogy a tavaszi szünet állt rendelkezésre egy-két hét. Hát fél éve már elterveztük, de így. Hát a megvalósítás meg a koreográfia gyakorlás az elmúlt két hétben történt, többnyire. Plusz még a ruhát is el kellett készítenünk ez alatt az idő alatt, az összes kiegészítővel együtt, úgyhogy tervezés hosszabb idő volt, mint a megvalósításra maradt idő. Hát a maszk, ugye leveszem és akkor elmutogatom rajta, hogy ez úgy készült, hogy először is felmentem a YouTube-ra, és megnéztem, hogy mások hogy csinálták. És egy alufólia alap, azt így felnyomtam az arcomra, az felvette a formát. És ha elég sok réteg alufóliát használunk, akkor az elég szilárd ahhoz, hogy megtartsa aztán a papírmasét. A papírmaséból pedig abból lettek a domborulatok, az pedig úgy jött ki, hogy ahol azt szeretem, hogy látszom, hogy csontja van, ott több papírmasét tettem rá, hát gyakorlatilag nem ezt a gyúrós papírmasét, hanem egyesével fektettem rá az újságpapírt. Úgyhogy így jöttek ki a domborulatok, igyekeztem neki szemöldököt, meg itt ezt az indiános kemény arccsontot kihozni. És a szomszéd azóta is keresett tyúkjának a tollait? Nem, ezek ilyen előre festett tollak, ez az, amit nekem kellett eszkáválnom, hogy aranyszín legyen. Az aranyszínű. Igen. Hát ez meg egy kulcstartó karika. És nagy. Akkor a festék az pedig akrilfesték, ez a világítós akril. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük.